Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket a munkatársak nevében is. Ma három olyan témával foglalkozunk, ami azt gondolom, hogy aktuális még hozzá határidőhöz kötött mind a három. Ugye talán önök is hallottak már róla, hogy az adatbiztonság, az adatvédelem új szabályok szerint indult el május 25-e után, július 1-től pedig az online számlarendszer indult el, már lehet regisztrálni egyébként, és ami még nagyon fontos, hogy itt van a nyár, most már véglegesen elindulunk nyári szabadságra, soha nem lehet tudni, hogy kivel mi történhet útközben. Fontos az, hogy aki teheti, az még a nyári szabadság előtt menjen el és adjon vért. Nagyon nehéz a nyári szünetben, a nyári szabadságolások alatt összeszedni azokat, akik eddig is évközben is rendszeresen vért adtak, hiszen nincsenek itthon. Beszélgetünk ezekről a dolgokról. Stúdiónk első vendége Keringer Zsolt, az informatikai minőségügyi és gondoksági kabinet osztályvezetője, az önkormányzattól, a polgármesteri hivataltól. Jó estét, Zsolt, köszönöm, hogy itt vagy. Először is ne a témával foglalkozunk, hanem szívből gratuláljak nektek, csak kiszurkoltátok azt, hogy a csapat benn maradt, tehát nagyszerű a szurkolói közösség Szombathelyen. Köszönjük szépen. A csapat nevében is. Gondolom. A csapat nevében. És akkor most jöjjön ez a bizonyos adatbiztonság, adatvédelem, amelyel kapcsolatosan neked is rengeteg a feladatod, rengeteg a dolgod. Már az önkormányzati cégeket is összehívtátok, tájékoztatót adtatok erről, most a civilséggel is foglalkoztok. Mi az, amire leginkább oda kell figyelnünk? Én ott kezdeném, hogy aki ismeri az infotörvényt, ami azért már 11 óta életbe lépett, és azokat betartotta, akkor alapvetően olyan nagyon nagy meglepetés nem érheti. Egy olyan 70-80%-os átfedés van a május 25-én életbe lépett adatvédelmi, európai adatvédelmi szabályzattal, az a szabályozással, az a plusz, amit ebben az Európai Uniós szabályozásban írnak elő, azokat kell teljesíteni, vagy kellett volna már ugye teljesíteni. És igazából a magyar jogszabályi környezet is még egy kicsit csúszik. Nem sikerült még a helyi, vagyis a magyarországi szabályozást átalakítani. Ugye most a napokban is az infotörvény módosításáról tárgyal a parlament. Ebben még azok a főbb elemek nem szerepelnek. Várhatóan az ősz folyamán megtörténnek azok a módosítások, ami úgymond összhangba helyezi, és egy kicsit a magyar viszonyokat is figyelembe véve alakítja a szabályozásokat. Én úgy gondolom, hogy most van itt az idő, hogy komolyan vegye mindenki az adatvédelmet, adatbiztonságot, és elkezdjen ennek megfelelően gondolkodni, mert a legfontosabb egy olyan gondolkodás váltást, ugye az elmúlt időszakban, években azért ezzel nem igazán foglalkozott mindenki. Most itt az idő, hogy ezzel azért jobban foglalkozzunk. Nem csak informatikai vonalon van ennek kihatása, hanem jogi vonalon is komoly megmérettetés előtt áll szerintem nem csak Magyarország, hanem Európa is. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk például nekünk, ami gazdasági társaságunknak van egy adatvédelmi szabályzata, egy informatikai szabályzata, akkor azt most elővesztük, elő is vettük nyilvánvaló, és most ezt próbáljuk frissíteni azon előírások értelmében, amelyeket hát többek között, amelyre többek között az önkormányzat részéről is felhívtátok a figyelmünket, illetve az ügyvédünkkel is most próbáljuk ezt rendbe tenni. Tenni azért többet kell tenni. Picivel többet kell tenni. Én úgy gondolom, hogy egy hatásvizsgálat az, ami a legfontosabb és elvégzendő feladat, amivel egy tükröt lehet maga az intézményről kapni, hogy milyen adatokkal, milyen adatokat tárol, azokat milyen formában. Ugye itt elsődlegesen személyes adatokról beszélünk, mielőtt még valaki másra gondol, ez kizárólag személyes adatkezelésre vonatkozik. Ez az egyik, amit meg kell csinálni, és át kell tekinteni, ez borzalmasan nagy munka. Az én olvasatomban, ha valaki komolyan csinálja, és egy komoly cégről van szó, nagyobb cégek esetén ez egy több hónapos, akár bocsánat, hogy közlek, de hadd kérdezzek közül, ugye itt nem csak a munkatársainkról van szó, tehát akiknek az adatait mi kezeljük, hanem mindenkinek, akivel mi személyesen kapcsolatba kerülünk, az most mindegy, hogy szerződéses jogviszony, vagy például tételezzük fel azt, hogy most te itt vagy bent a stúdióban, most elméletileg nekünk ezt előre egyeztetnünk kellett volna, hogy... Engem nem, mert én köztisztviselőként vagy. Ilyen értelemben engem nem, de alapvetően ezeket mind felül kell vizsgálni, és minden egyes ilyen
adatkezelést felük meg kell olyan mert ugye szempontból... ilyenkor az illetőnek a nevét, titulusát feltüntetjük. Ez kell hozzájárulás. Tehát ez hozzájárulás kell. És ugye az a legfontosabb, hogy nekünk adatkezelőknek kell bizonyítani azt, hogy minden olyan lépést megtettünk, hogy a személyes adatok védelme biztosított, és ezt általában ugye szóbelit, azt ugye sokszor szóban szokták ezt elintézni, az új szabályzat szerint írásbeliségre kell törekedni, és bizonyító erejű dokumentumot kell tárolnunk. Igen. Ez gyakorlatilag papír alapon, és esetleg valamilyen informatikai, tehát mondjuk egy adatbázisban tárolni? Hát ugye a nyilatkozatot azt én úgy gondolom, mi elektronikus aláírás nem sokan használnak még, tehát elsődlegesen papír alapon fogja mindenki tárolni, de egy biztos az adattárolás attól még lehet, hogy olyan informatikai szoftverrel történik, aminek a vizsgálata szintén szükséges, informatikai szempontból is, nem csak adatszintű vizsgálatra van szükség. Tehát én azt mondom, ez a legnehezebb rész és legsziszifuszibb munka, és akkor ezután még az informatikai biztonsági szabályzaton kívül még egy adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot is el kell készíteni, és ezeket folyamatosan frissíteni kell, valamint egy olyan ütemezést, egy ütemtervet, cselekvési programot kell összeállítani, amiben a megállapítások, amik ugye a átvilágítás kapcsán, ezt most nem, kicsit rossz szó ez az átvilágítás, tehát ezt ne is úgy tekintsük, hogy most itt úgy, valaki úgy fogalmazta, hogy nézzünk tükörbe, vizsgáljuk meg, hogy eddig mit csináltunk, mit hogyan csinál, kiket és milyen adatokat tároltunk. Ez azt gondolom, hogy nem egy átvilágítás, hanem egy egyszerű ellenőrzés, rutinszerű ellenőrzése önmagunknak. Igen. Tehát ezt kell megcsinálni, feltérképezni, egy térképet kell ebből lehozni, és abból megnézni, hogy mire kell a GDPR szempontjából fontos akár egyedi nyomtatványokat összeállítani. Úgyhogy nem kis munka, én úgy gondolom, hogy ebben az évben nagyon sok munka lesz ezzel, nem csak az önkormányzatnál, hivatalnál, hanem az intézményeknél, cégeknél, és ugye azt azért ne felejtsük el, ezt még mindenki tanulja. Tehát ha valaki azt mondja magáról, hogy ezt kisújból meg tudja oldani, mert ugye azért vannak ilyenek a neten, én is olvastam egy párat, jókat szoktam mosolyogni rajta, hogy kulcsra kész csomagot adnak GDPR-ra, tehát azért nekem mindig a kulcsra kész lakás szokott eszembe jutni, hogy, tehát ez ugye kicsit vicces. Az én olvasatom be szakmailag. Annó idején a kulcsra kész Dacia, ugye? Igen. Szétszereltük és összeraktuk utána. Na most említettem én a civil szervezeteket, ugye nagyon sok civil szervezet működik Szombathelyen is. Ők talán nem is gondolják azt, hogy például egy önkéntes tevékenykedőt ugyanígy meg kell vizsgálnunk, meg kell néznünk, és minden adatát, még akkor is, hogyha ő önkéntesként jön hozzánk dolgozni, az is csak az adat, személyes adatvédelemhez tartozó dolog, tehát nekik is van tennivalójuk bőven. Igen, a civil szervezeteknek úgy, mint nekem is ugye az egyik civil szervezet, ugye a Haladás Szurkolói Kör, tehát ránk is ugyanúgy vonatkozik ilyen értelemben, hogy a személyes adatkezeléssel megfelelő szinten foglalkozzunk. Pont a civil szervezeteknek fogunk holnap egy órás előadást tartani, ahol próbáljuk felhívni azokra a figyelmet, ami ezen jogszabályváltozásokkal érintheti a civil szervezeteket. Természetesen minden civil szervezetre egyedi, ugye a működéstől függően más és más megoldások jöhetnek. Én abban biztos vagyok, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal részéről azt a szakmai támogatást, amit ilyenbe kell, azt biztos meg fogjuk adni, és ezért lesz a holnapi előadás is, amikor erről egy kicsit részletesebben fogunk beszélni, és próbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy melyek azok a pontok, amelyek a civil szervezetek számára fontos. Úgyhogy remélem, hogy minél több civil szervezet el tud jönni. Említetted, hogy gyakoroljuk valamennyien. Ez nyilván azt jelentheti, talán, bízzunk benne, hogy ha véletlenségből kapnánk most azonnal egy ellenőrzést, akkor valamelyest még tolerálnak azt, hogy nem vagyunk teljesen készen. Lehet ezt ütemezni, mondjuk ha a nyár során az ember átvizsgálja saját magának az eddigi hasonló jellegű személy adatvédelmi tevékenységét, akkor utána már elindulhat egy olyan új adatbázis építés, amely mögött már egy jogszabályzat ott van,
akár szeptember végéig elkészíthető. Októberben esetleg még az új, említettél még egy ilyen szabályzatot, az infotörvény átalakításával. Ha azt megcsinálják, akkor évvégig nagyjából össze is lehet rakni ezt a történetet. Az még jó, vagy az már késő? Én úgy látom, hogy ez a szabályzás 2 évvel ezelőtt már ugye tudott volt, hogy május 25-ével életbe lép, de hát igazából ez nem... tipikus nem, magyar, nem, ugye? Nem, Európában is Európában tanulják, is tehát tanulják. Ez nem csak Magyarországon, szerintem még a maga a NAIK is tanulja a dolgokat, ugye per pillanat ugye pont az infotörvény módosítása szükséges azért, hogy a NAIK-nak a felhatalmazása is meglegyen ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen ellenőrzést el tudjon indítani, úgyhogy vannak még olyan tevékenységek központilag, amit meg kell csinálni. Én úgy gondolom a NAIK előadásait is hallgatva, hogy partnerként próbálja az intézményeket, cégeket kezelni. Természetesen az olyan incidenseket, ami szándékos és egyebek, az ugye az egy másik kategória, de én úgy gondolom, hogy ha mindenki próbálja komolyan venni és a lehetőségekhez képest lépni abba, hogy az adatkezelése, adatbiztonsága rendben legyen a következő időszakban, mind informatikailag, mind szabályozottság tekintetében, én szerintem az most a legfontosabb, és ez a fél év, ami előttünk áll, ez biztos, hogy erre fog elmenni, meg hát a gyakorlati buktatók most fognak élni, mert igazából most készülnek el azok a átvilágítások vagy áttekintések mindenhol, amiből kiderülnek, amiről nem is gondolna az ember, hogy most én ilyen adatot kezelek, és az tényleg személyes adatot is érinthet. Nagyon szépen köszönöm Keringes Zsolt osztályvezetőnek, a polgármesteri hivatal osztályvezetőjének a jó tanácsokat, a gondolatokat, és adott alkalommal várunk ide-vissza. Köszönöm szépen most a beszélgetést. Köszönöm. Mi pedig megyünk tovább, amíg Helcser lesz a stúdióban, addig egy kis összeállítást kínálunk önöknek nagy szeretettel a Szavária táncversenyről. És akkor még mindig az új szabályoknál maradva az online számla rendszerről beszélgessünk egy kicsit. Úgy érzem, hogy, és erre is kértem ma esti vendégünket, hogy egy kicsit érthetetlen néhány megfogalmazása ennek az online számlarendszer bevezetésnek. Most megpróbáljuk közérthetően elmagyarázni, hogy miről is van szó valójában, kiket is érint ez a történet, és egyáltalán mit is jelent az, hogy 100 000 forint áfa összegtől, mi van, ha valaki papíralapon és nem elektronikusan számláz. Szóval jönnek most az én okos kérdéseim, és aki ezekre a kérdésekre ma este válaszol, az Petkovics Anikó, a NAV Vas megyei Adó és Vámigazgatóság ügyfélkapcsolati osztályának sajtóreferense. Jó estét kívánok, Anikó, köszönöm szépen, hogy itt van, ismételten.
Szóval kezdjük ott, hogy mit is jelent ez a kifejezés, online számlarendszer. Ez egy július 1-től induló új adatszolgáltatási kötelezettség, nem mindenkit és nem minden számlával kapcsolatban fellépő új kötelezettség. Ez, akkor most megpróbálom egyszerűen megfogalmazni, ha valaki olyan számlát állít ki, aminek az áfa tartalma, belföldi adóalanyra áthárított áfa tartalma eléri a 100 000 forintot, akkor ezekről a számlákról adatot kell szolgáltatni. Én direkt megnéztem, tehát hogyha mondjuk valaki 400 000 forint nettó összegről, plusz annak az áfára az már 108 000 forint áfa, tehát mondjuk a 400 000 forintos számla az már bejelentési kötelezett. Nem egészen, mert nem. Ugye tehát hogy minek a 27%-a 100 000, tehát itt a 370 370, ha most kiszámoljuk, de ugye ehhez hozzáadjuk az áfa összegét, a 100 000-et, tehát körülbelül 470 000, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyjából a félmillió forintos összeghatárú számla az, ami ha átlépi a számla összege, akkor ott már az áfa az adatszolgáltatásra kötelező lesz. Kikre vonatkozik? Nagy cégekre is, vállalkozókra is, mondjuk az alanyi mentesekre nem? Nem, tehát itt ugye tehát az a lényeg, hogy a számlának az áfa tartalma mekkora. Tehát itt mindegy az, hogy kiállítja ki, mindegy az, hogy ez, ahogy említett, és hogy kézi kiállítású, tehát számlatömbbel megírt, vagy pedig számlázó programmal kiállított számla. Itt a lényeg az, hogyha a számlának az áthárított áfa tartalma eléri a 100 000 forintot, akkor adatszolgáltatást kell teljesíteni. Itt még egy másik összeghatárt is láthatunk a híradásokban, ez az 500 000 forintos összeghatár. Itt a bejelentési, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségnek az ideje változik. Ha 100 000 forintot átlépi, akkor 5 napon belül kell bejelenteni az adatot, elküldeni, hogyha viszont az 500 000 forintot, akkor a számla kibocsátást követő napon meg kell tenni ezt még az adatszolgáltatást. Másnap akkor azonnal, igen, tehát akkor itt van, igen, még egy összeg, ezt ne felejtjük el. 100 000, illetve 500 000. 100 000 az 5 nap, 500 000 másnap. Másnap. Nyilván ülnek most olyan kedves nézők a készülékek másik oldalán, akik hajszolnának, unszolnának engem, hogy tegyed már fel ezt a kérdést, fölteszem. Mi a célja, mi a haszna ennek az új rendszernek, ennek az új modellnek? Igazából az elsődleges és fő célja a gazdaság fehérítése. Tehát itt olyan nagy mennyiségű adatok és valós idejű adatok fognak a NAV rendelkezésére állni, amiből sokkal hatékonyabban lehet dolgozni. Sokkal célzottabban lehet a kiválasztásokat, az ellenőrzéseket, illetve ebből fakadólag az adócsalásokat is felderíteni. Ez azt is üzeni számomra ez a válasz egyébként, hogy ez az utóbbi időben, hát hogy mondjam, csak túl nagy összeg volt, illetve hát nehezen kezelhető dolog mindenképp volt. Mindenképp egy olyan terület, amire fokozottan oda kell figyelni. Tudnak önök ebben nekünk segítséget nyújtani? Tehát azoknak, akik érintettek, a NAV tud segítséget adni? Mindenképp, ez a segítségnyújtás már el is kezdődött, hiszen a cégek képviselőinek elektronikusan levél érkezett már az ügyfélkapus tárhelyükre a felkészítési folyamatról, hogy mik a teendőik. Ezen kívül nagyon-nagyon jó és hasznos információk vannak a NAV-nak a honlapján, az online számla aloldalon keresztül található meg. Itt a szükséges regisztrációval technikai információk megtalálhatók, még egy videóanyag is van a lépésekről, hogy miket kell megtenni, hogy ez július 1-től tudjon működni, mik az adózóknak a kötelezettségei. Ezen kívül éppen a héten lesz egy konkrét gyakorlati segítségünk, adózói fórumot tartunk, nem csak mi egyébként az országos szintű, minden megyében tartunk adózói fórumokat. Itt Vas megyébe Szombathelyen a NAV épületébe, a C épületbe lesz, ha ezt valaki nem tudná, ugyanúgy a Petőfi Sándor utcai épület, csak hátulról a parkoló felől van a bejárat. Itt dr. Lázár József úr fog tartani egy előadást a példákkal, gondolom. Példákkal, ez technikai segítséggel, jogszabályi háttérrel. Ezúton is akkor mindenkinek mondjuk, hogy bátran. Mikor lesz még egyszer, mondjuk? 21-én csütörtökön, 10 órakor egy adózói fórum. És a C épület, tehát a hátsó parkolón keresztül lehet megközelíteni az épületet. Kell-e cserélni mondjuk számlázó programot?
bárkinek is. Nem feltétlenül kell cserélni számlázó programot, tehát egészen addig, amíg valakinek nem lesz olyan számlája, ami adatszolgáltatásra kötelezett. Utána ugye meg kell történnie, tehát meg kell tudni oldania azt, hogy ezt az adatszolgáltatást teljesítse, hiszen hogyha ezt nem teszi meg, akkor már ez mulasztási bírsággal sújtható, hiszen egy kötelezettségét nem teljesítette. És itt még vissza is kanyarodnék, hiszen az előbb, hogy segít a NAV, a legfontosabbat nem mondtam, ami ehhez is kapcsolódik, hogy egy online számlázóval is segítséget nyújt a NAV, ez rendelkezésre fog állni. Ezt természetesen ingyenesen, gyorsan, remélhetőleg egyszerűen használható program lesz, amivel meg tudják oldani ezt a kötelezettségüket az adózók. Egy viszont biztos, hogy a hét elején elindult a regisztráció lehetősége, ugye? Tehát hétfőtől bárkinek lehet regisztrálnia. Igen. És kell is. Igen. Annak is, aki alanyimentes, tehát nem áfakörös, annak is azért, mint vállalkozó regisztrálnia kell? Nem, itt azoknak kell, akik az adatszolgáltatásra lesznek kötelezettek. Uh-huh. Tehát itt azoknak kell regisztrálniuk, függetlenül itt ők is a számlakibocsátás. Ők meg is kapják az értesítést erről, igen, az ügyfélkapu. Igen, ők már kaptak is, igen, és a számlakibocsátás módjától függetlenül. Tehát mind a számlázó programot használóknak, mind a kézi számlát kiállítóknak is szükséges ez a regisztráció. Ennek nem határideje július 1-e, tehát nem kell addig feltétlenül megtörténnie, viszont az első adatszolgáltatási kötelezettségükig meg kell történnie a regisztrációnak. Ez pedig bármikor létrejöhet. Érdemes, igen. Tehát ezt érdemes soha nem lehet tudni, hogy az emberek mikor jön be egy nagyobb megbízatása, és onnantól fogva eléri a 470 ezer forintot. Igen, akkor azonnal szükségessé válik, és ezért célszerű ezt a regisztrációt megtenni. Ennek egyébként, tehát szintén, amit mondtam, a lépései megtalálhatók az online felületen a segítségnyújtásnál. Jó, van egy érdekes gondolatom még, persze sugallomra jött ez a gondolat is. Ha valaki módosító számlát, vagy éppenséggel egy érvénytelenítő számlát ír, állít ki, azt is be kell jelenteni, le kell jelenteni? Igen, ez ugye azon múlik, hogyha az eredeti számla adatszolgáltatásra köteles volt, akkor és már meg is tettük, akkor természetesen a módosító vagy az érvénytelenítő számla is adatszolgáltatásra lesz köteles. Akkor is köteles lesz, hogyha például az összeghatárt a módosító számlával lépjük át. Tehát ez is fontos. Ugye ezek a technikai kérdések, és ezek biztos, hogy majd a gyakorlatban fognak előjönni. Tervezzük is, hogy esetlegesen a menet közben felmerülő kérdéseknél ugyanúgy lehetőség lesz majd, ha nagy igény van rá, akkor egy adózói fórum tartására, illetve minden technikai kérdéssel és ilyen kérdéssel a 18-19-es infóvonalon is külön menüpontot alakítottak ki. Ingyenesen hívható természetesen. 18-19. Bárkinek, ha ilyen kérdése felmerül, mert biztos, hogy sok kérdés elő fog jönni itt az első hetekben is a használat során. Mi van akkor, hogyha valaki nem idehaza állít ki számlát, hanem külföldről? Itt sem azt fog számítani, hogy hol történt földrajzilag a számla kiállítása, hanem hogy a számlát kiállító, ő belföldi adóalanynak minősül-e, és egy belföldi adóalanyra áthárított áfája van-e a számlának, és ez átlépje az összeghatárt. Ha igen, akkor ugyanúgy kötelezett lesz az adatszolgáltatásra. Ez pedig technikailag kell a NAV-nak és a fogadó félnek biztosítania, hogy ne okozzon gondot az, hogy ő például külföldről szolgáltat adatot. Tilossá válik a kézi számlázás egy idő után, hogyha mondjuk nagyon gyakoriak lesznek a 100 ezer forint fölötti áfás számlái valakinek, aki eddig mondjuk kézi számlatömböt használt, kézi kitöltésű? Inkább azt mondanám, hogy hasznos praktikusabb lesz lenne, neki, hogyha praktikusabb vált, lesz, igen, mert nem lesz ilyen kötelező előírás, tehát ezt nem szabja meg feltételként a NAV, viszont aki kézi számlát állít ki, őrá meglehetősen nagy adminisztrációs terhet fog tenni, hogyha minden egyes számláját webes felületre feltölteni annak az adattartalmát, tehát ott érdemes lesz elgondolkodni, hogy esetleg érdemes egy adatszolgáltatásra alkalmas számlázó programot használni. Tételezzük fel, hát ugye gondolni is jó erre, hogy mondjuk a mi gazdasági társaságunknak, ez a Szombathelyi Média Központ minden nap
ki kell állítanunk egy 500 ezer forintos áfatartalmú számlát. Igen ám, ezt holnap nekem be kell vallanom, de mondjuk az épületben üzemzavar van, áramszünet van, mi a teendő ilyenkor? Telefonozzak önöknek, hogy baj van? Telefonozni nem szükséges első körben, tehát itt mindig az a lényeg, hogy ugye az üzemszünet elhárultát követően, hiszen elektronikai rendszerekről van szó, bármikor előfordulhat üzemszünet, üzemzavar internetszolgáltatásban, mert ugye ehhez a szolgáltatáshoz internet szükséges, akkor a probléma elhárultát követő 24 órán belül teljesíteni kell ezt az adatszolgáltatást. Igazolást kell küldenünk arról, hogy áramszünet volt az épületben esetleg? Hát kérni? Ennek a gyakorlati kivitelezését azt még meg nem tudom most mondani önnek, akkor hogy pontosan puding, hogyan lesz. Elképzelhető, hogy a sorok között már van leírása ennek, csak én nem találkoztam vele, de itt, amit pontosan a jogszabályban kiolvastunk, hogy 24 órán belül mindenképp teljesíteni kell az adatszolgáltatást. Ha a másik oldalról van, ugye mivel informatikai, technikai rendszerről van szó, lehet karbantartási igény, akkor természetesen ilyenekről, ami előre tervezett tájékoztatót, közleményt fog küldeni a NAP, hogy erre lehet mit számítani, tegyünk? Mi az időtartama. Még egy kérdés, és megköszönöm, hogy ránk áldozta az estejét. A pénztárgéppel előállított 100 ezer forintos áfatartalma számlát is kell-e önök felé? Ez egy érdekes kérdés, ami nem volt egyértelmű, több adózó részéről is felmerült kérdésnek, mivel nem minősül a... Tehát a pénztárgépeknek ugye megvan a maga adatszolgáltatása, ebbe semmiféle változás nem történik július 1-ét követően sem, és mivel a pénztárgépes bizonylat nem minősül számlázó program által kiállított számlának, ezért erről ez az újfajta adatszolgáltatási kötelezettség sincs, még ha az összeghatárt átlépi akkor sem. Ez most nem azt jelenti, hogy holnap azonnal mindenki vegyen pénztárgépet, méghozzá NAV által ellenőrzött pénztárgépet. Nem, nagyon szépen köszönöm, nagyon azt gondolom, szívesen. Hogy sikerült tájékoztatnunk azokat, akikben még kérdések vannak, mert hát úgy látom, hogy nyitottak önök, tehát ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor szívesen állnak a rendelkezésére a munkatársaik, és 21-én pedig, akkor mondjuk el még egyszer, 10 órakor a C épületében a NAV-nak, tehát nem a Petőfi Sándor utca, hanem a parkoló felőli bejáraton kell bemenni, és egy kaphatnak önök személyesen is egy tájékoztatást. Köszönöm szépen önnek, hogy itt volt. Mi pedig akkor most tovább megyünk, Helycser lesz a stúdióban, a most önök hajó modellekről készült kis összeállítást láthatnak addig. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. So come broken. Tuesday I was through with
És akkor egy fontos téma maradt még hátra, itt az asztalon is látható egy plakát. Az élet a nyáron sem állhat meg, ez a címe ennek a véradásra buzdító plakátnak, és mi is ezt próbáljuk ma megtenni. Dr. Lantai Szilvia, a Szombathelyi Területi Vérellátó vezető főorvosa, a stúdiónk vendége. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit. És egy picit beszélgessünk arról, hogy alapjában véve nem is egy olyan ördöngös dolog ám ez a véradás. Én most csak azért mondom ezt ilyen nagy bátran, mert jó magam is vért adok, amikor lehet, és tudom, hogy tényleg nem fáj. Tudom, hogy tényleg nagyon hamar megvan. Azt is tudom, hogy 3 életet mentek meg vele. Az sosem érdekelt, hogy ez most hogy történik, de azért mi azért mégiscsak beszéljük ezt meg. És talán beszéljünk arról is aztán majd ebben a kis diskurzusban, hogy a nyár miatt most főleg nagyon fontos, hogy most, még a szünidő előtt sokan menjünk el vért adni. Szóval hol kezdjük? Miért van szükség tényleg arra, hogy elmenjünk és vért adjunk? Mi készül abból, a vérből, amit mi leadunk? Mennyi ez, amit általában egy alkalommal mi adományozunk? Hát ez 450 ml teljes vért jelent, amit elveszünk egy-egy alkalommal egy véradótól, és ebből 3 készítmény készül. Ez ugye teljes vér, amit leveszünk. Ebből készül egy vörös vértest koncentrátum, egy vérlemezke koncentrátum és egy friss fagyasztott plazma nevű fagyasztott készítmény. A friss fagyasztott plazmának a felhasználhatósági ideje innentől kezdve 2 év, bizonyos hőmérsékleten tárolva természetesen. A vérlemezkék életideje a legrövidebb, ez 5 napig a vérbelevétele után használható fel, a vörös vértestek pedig középutasok, ők 35 napig használhatók fel a levétel után, megfelelő hőmérsékleten tárolva. A fontosságuk abban van, hogy a mai orvostudomány igen nehéz és bonyolult műtétekbe is belemegy az operációk során, amik sokszor nagy vérigényűek. Ugye a beteg a műtét közben teljes vérét veszíti, viszont a legfontosabb az oxigénhordozó molekulákat, a hemoglobin nevű fehérje köti és szállítja, ami viszont a vörös vértestek alkotó része. Tehát leginkább vörös vértestekre van szükség. Ugye az előbb mondtam, hogy ez 35 napig használható fel leadás után, tehát olyan közép-hosszú távú felhasználhatósági ideje van. Egy egység vörös vértest koncentrátum körülbelül 200 ml térfogatú, egy speciális oldatban oldva, ami elősegíti azt, cukrot is tartalmaz, megfelelő ionokat, hogy tovább élhessenek a vörös vértestek az emberi szervezeten kívül. Na most a egy véradás alkalmával egy embertől ugye ennyit veszünk, viszont ő legalább 2 hónapig biztos, hogy nem adhat újra. Ez az ember, aki adott. A gyakorlat egyébként egy rendszeres véradó az mondjuk negyed évente, vagy gyakrabban, vagy fél évente ad vért. Én mondjuk ez utóbbi vagyok, tehát egy évben 2-szer. Igen, az is nagyon szép. Én azt szoktam mondani, aki életében már 1-szer rászánta magát, hogy oda tartja a karját, és tőle levehetünk ennyi vért, az már a szememben hős. Aki rendszeresen, vagy még rendszeresebben, vagy évente netán 5-ször is ad, mert egyébként férfiak 5-ször adhatnak 365 napon belül vért, a nők pedig 4-szer. Hát ilyen azért ugye egyre kevesebb, aki 1-szer évente, 2-szer évente, aztán van olyan is, aki fiatal korában, mondjuk középiskola utolsó évében adott, aztán utána soha többet, van, aki jó néhány évig elmarad, aztán valamilyen apropóból újra jelentkezik. Hát mi ezt a korcsoportot szeretnénk célozni és erősíteni, és valamilyen módon megkérni arra, hogy ne feledkezzenek meg a középiskolás évek után, illetve még az egyetem alatt még előfordul, de későbbiekben is szükség van az ő segítségükre is. Fontos az, hogy milyen a munkahely, ahol dolgozik az illető, mert hogyha a munkahely véradó barát, akkor ott ők maguk megszervezik rendszeresen az önök kérésére esetleg és közreműködésével. Igen. Tehát, hogy önök kimennek a helyszínre, nem kell sehova menni, ott helyben le lehet adni a vért, akár munkaidőn belül is megtehetik a kollégák. Számít ez? Ha valaki egy ilyen közösségbe kerül, akkor számára a középiskolában az egyetemi főiskola évek alatt adott véradás, az rutinná válhat ezeken a munkahelyeken. Így van. Szombathelyen is több nagyüzem, illetve vállalat van így, akiknél rendszeresen évente 2-3-szor, sőt van olyan, akinek egymás követő 3 napján is beenged a területére. Van negatív példa is, aki nem nyitotta meg még a kapuját előttünk Vas megyében, de reméljük, hogy előbb-utóbb majd ők is hajlanak rá.
mindenképpen egy ilyen közösségi összetartó erő is. A régi időkben, ugye, amikor ezt lehet, hogy nem jó kimondani, de a szocialista brigád mozgalomnak igen szerves része volt a béradások. A honvédségnek szintén, amik ma már letűntek a palettáról, pedig itt Szombathelyen volt jó néhány, ugye határőr laktanya, általános honvédségi laktanya, igen tartalmas létszámbázissal, akik úgymond bésztartalékként mindig lehetett fordulni hozzájuk, hogyha úgy nézett ki, hogy a készlet valamiért apad. És ugye ők alkalmasak is voltak rá, és akkor most így nézzük van, meg, hogy ki az, aki alkalmas, és ki az, aki sajnos már nem adhat, vagy illetve ki az, aki nem adhat. Éppenségemet olyan fizikális tulajdonságai vagy adottságai vannak, amelyek kizárják ez alól, vagy valamilyen betegség, ami miatt nem adhat. Ez ugye nyilván kiszűrődik akkor, amikor elmegy az ember a véradásra, és ott a doktornő és egy tesztlap segítségével, igen, és a gyors vizsgálat segítségével azonnal megállapítják, hogy adhat aznap vért, vagy pedig sem. Így van. Ugye az első lépés az, hogy ki kell tölteni egy elég részletes kérdőívet, mind az egészségi állapottal, illetve az életkörülményekkel, szokásokkal van kapcsolatban. Azután történik újbegyből egy hemoglobin meghatározás, mert annál férfiaknál 135 g per liter az alsó határérték, nőknél pedig 125 g per liter. Azért van engedmény a nők számára. Ezt is hadd mondjam gyorsan. Tehát mindig azt mondják, hogy most egy kis szúrást fog érezni, és mindig várom, hogy mikor, és mondják, hogy meg is volt. Igen. Tehát térjünk vissza, igen, tehát akkor a van egy vörösvésett darabszám, ugye? Hát ez végül is a vérfestéket tartalmazó hemoglobin molekulának a száma, ugye? Száma, ha az, azon a bizonyos szint fölött van, akkor adhat, így van. A vizsgálat megvolt, a doktornő mindent megvizsgált. Igen, végül is vérnyomásmérés, szív- és tüdőhallgatás következik, illetve a kérdések áttanulmányozása. Amennyiben valamire igen a válasz, akkor részletesen megbeszéljük, hogy ez pontosan mi. Kilogramm? A testsúlykilogrammnál 50 kg az alsó határ, ez pedig azért fontos, mert egységesen aki vért adhat, attól 450 ml teljes vért készülünk elvenni, mert az előre gyártott steril zsákrendszerben ennyi vérhez van berakva előre az alvadásgátló sterilen, úgyhogy nyilván, ha kevesebbet raknánk bele, akkor nem lenne megfelelő készítmény utána, és ezért van ez a pszichés és fizikális határ megadva, hogy 50 kiló, ő nekik mondjuk 4,5 liter keringő vér, majdnem a 10%-át vesszük el. Aki ennél kevesebb testsúllyal rendelkezik, annál azért már erősebb az esélye annak, hogy netán elájul, vagy rosszul lesz napokig, vagy nem bírja magát jól viselni. Változhat az életkor esetleg? Tehát az akár életkor... 60 fölött is adhatunk, vért majd? Hát van erre tendencia, hogy most 65 év felett, tehát aki rendszeresen ad, az 65 éves korig adhatott eddig is, de az orvos egyedi elbírálás alapján, általános egészségi állapot alapján dönthet úgy, hogy esetleg évente egyszer-kétszer még hozzájárul idősebb korban is a véradáshoz. No, akkor most jöjjön a nyár, mert hát ez egy aktuális témakör. Mindenki elindult szabadságra, az önök rendszeres véradói is. Így történhet az, hogy aztán baj lehet, hogyha ne adj Isten valami komolyabb tragédia történik. Igen, ugye nagyobb balesetek is nyilván ebben a szezonban fordulnak el nagyobb számban, mert az általános, tehát a műtéti tevékenység nem nagyon lanyhul ezen idő alatt sem a kórházakban, hiszen a műtéti várólistákat igyekeznek pont ilyenkor inkább behozni az előre tervezhető műtétek alkalmával, de tényleg minden nyáron érezhetően lanyhul a megjelentek száma, tehát mindig egy kicsit kevesebb, mint amit mi terveznénk, meg szeretnénk, és emiatt több kampány is szokott indulni. Most ennek a jelenlegi Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös kampány, nyári kampányáról hoztam ezt a plakátot, ami pont a mai naptól indult, és szeptember 2-áig fog tartani. Minden egyes véradásra alkalmas véradó fog a véradás végén kapni egy kupont, amin lesz egy egyedi kód, a részletek, játékszabályok le vannak írva a Vöröskereszt honlapján, ott mindenki megtalálhatja, regisztrálni kell. Lesznek heti nyeremény sorsolások, ezek úgymond kisebb értékű nyeremények, belépő különböző rendezvényekre. Lesz hát, havi. Itt van televízió. Az a fő nyeremény. Az a nyári utolsó sorsolásnak a fő nyereménye. És mik lesznek még, mert akkor önbe folytottam most a szót. Tehát lesznek belépők a Budapest Parkba, aztán kétszemélyes wellness hétvégék, ilyen két éjszaka, háromnapos
variációba, különböző helyekre, azt hiszem ezek Szolnoki repülőmúzeumban belépőjegy. Lapos a borkóstoló, ez fönt ott Vadacsonyban, a Lapos a pincészetnél, az egy parádésan szép hely. Igen. Ezért már érdemes elmenni vért adni, azt gondolom. És azt kell tudni, mondom, mindenki, aki alkalmasnak bizonyul véradásra, és el is kezdi a véradást, ha netán valami oknál fogva, bármilyen technikai oknál fogva nem sikerül levenni ezt a mennyiséget, ő akkor is jár neki ez a véradó kupon. Mindig minden alkalom olyan kedvesen adnak nekünk csokoládét, meg ásványvizet, meg ez kisebb ajándékokat. Tehát. De én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy most aki tud, még a nyári szünet előtt próbáljon meg elmenni ezekre a véradásokra, véradó helyre, vagy jelentkezzen, és adjon vért, mert ezzel nagyon sokat segíthetünk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb köszönet az, amikor megzizzen a mobiltelefonom, és kapom önöktől az üzenetet, hogy az ön által leadott vért azt ma használtuk fel, és hogy köszönjük önnek. Ennél nagyobb köszönetet el sem tud képzelni az ember, úgyhogy ezt is köszönjük önöknek, és mindenkit arra biztatunk, hogy álljon az önök rendelkezésére. Köszönöm, hogy itt volt. Mi is köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, már a munkatársaim nevében is elköszönünk. Töltsék kellemesen az est hátralevő részét. Ahogy hallom kollégáimtól, épp a műsor ideje alatt játszott a Falko idehaza, hát nem sikerült behúznunk a második mérkőzést, de se baj, az ezüstérem is szépen csillog, büszkék vagyunk a srácokra, és büszkék vagyunk minden véradóra, és úgy általában minden kedves nézőnkre. Úgyhogy tegyék meg, hogy holnap is néznek bennünket, addig is minden jót, viszontlátást! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.